Néhány tényre szeretnék utalni, mert ugye, ha egymás felé való közeledésről beszélünk, én azt gondolom, hogy nagyon őszintén kell, mert annak van egy feltétele az őszinteségnek, hogy az emberek szeretik egymást. Anélkül semmire nem lehet eljutni, se a hétköznapi életben, az egyház életben végképp nem lehet eljutni. Ha ökumenéről beszélünk, akkor lehet, hogy ez a szó, hogy ökumené, így a Bibliában, mint ökumenizmus biztos, hogy nem szerepel, de a háznál, az oikosznál tulajdonképpen már említve van. Amikor Jézus imádkozik a Gecsemáné kertbe, akkor az teljesen világos, hogy Jézus bennünket arra küldött, hogy nekünk együtt kell menni. Tehát olyan a tanítványok életében, hogy a halászhálót egymással ellentétesen húzzák, azt nagyon nehéz elképzelni, mert abból nem sok alap lehet valószínűleg fogni. A másik dolog, amit szeretnék aláhúzni, hogy se a mennyországban nem lesznek fakkok, se a pokolban. Tehát ezt is jó, ha ezt megint tényként tudatosítjuk, hogy ha az Isten országa be akarunk jutni, és abban a reménységben utazunk ebben a világban, akkor jó, ha megszokjuk egymás birka szagát, mondta egyszer valaki. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit mások a szagok, de hát azért mégis egy irányba megyünk, egy országba megyünk, és ott nem lesz olyan, hogy most a katolikusok kicsit balra, a protestánsok kicsit jobbra. Először a luteránusok, mert azok azért kicsit mint a közelebb lennének a katolikusokhoz, tehát azért ők legyenek mellette. Tehát ebben semmiképpen ne gondolkozzunk. Aztán a harmadik dolog, a megtérés. Jézusnak az első prédikációja, ahogy az evangéliumok rögzítik, nagyon rövid volt. Térjetett meg, mert elközelített az Isten országa. A reformációnál a 95 tételből az első ugyanezzel kezdődik, Isten azt akarja, az ember egész életre megtérés legyen. De itt Jézus nem állt meg, amikor Nikodémus, aki leül vele egy késő esti órában, és Jézus kérdezi, és Jézus azt mondja, be akarsz menni Isten országába, újjá kell születned. És ő visszakérdez, hogy micsoda kell nekem csinálni, ugye, hogy születhetek, amikor már vén vagyok, hát visszamehetek az anyám méhébe, és Jézus azt mondja, víztől és szent lélektől. Vagyis az egész keresztény életünk az egy természet feletti élet, de természetes. Miért? Mert az Isten lelke az, aki bennünket Krisztus követővé tud tenni. Senki más. Én senkit nem tudok meggyőzni az utcán arról, hogy keresztény legyen. De mindenki felé beszélnem kell róla. De hogy kinek az életében történik meg a változás, az az Isten lelkének a munkája. Éppen ezért azt kell mondani, hogy az ökumenét sem mit csináljuk. Függetlenül attól, hogy az embert az Isten használja. De az ökumenét is az Isten szent lelke fogja elhozni. És annak én azt gondolom egy nagyon nagy mérföldköve az, amikor mi keresztény emberek felébredünk abból, hogy az egymás elleni háborút az már rég be kellett volna fejezni, mert Jézus megtiltotta ugyanis, hogy karthoz nyúljunk. A világi hatalomnak azt mondta, hogy használja, az egyház meg azt mondta, hogy ezt dugjátok el. Mert ennek itt helye nincs. És úgy nem lehet közösséget létrehozni, hogy azt mondta, hogy ezt neked ezt fel kell adnod. Tehát ez egy hosszú-hosszú folyamat. Aztán mi az emberi lépték, mi az isteni lépték? Egyszer valaki azt mondta, hogy hát az egyházban évezredekben mérjük az időt. Hát ha 1054-et nézzük, és 1965-öt még majdnem igaza is van. De aztán az Úristen meg néha órák alatt megfordítja az egész világot.
Ez rajtunk is múlik, hogy a szívünkben mennyire engedjük Krisztust élni. Ez az ökumenén titka. Mert annál inkább testvére tudok lenni a másiknak. És akkor le tudunk ülni, meg tudjuk beszélni, és változhat nagyon sok minden. Mert azzal a hittel kell leülnünk, hogy amire az Isten elvezet bennünket a Szentírás alapján, azt el tudjuk fogadni. Nem a saját igazságomat, hanem Krisztus igazságát keresünk.